Szerencs térségében a július folyamán megközelítőleg mindössze 10-13 mm csapadék hullott, mely az erőteljes párolgással párosulva jelentősen lecsökkentette a Szerencs patak vízszintjét. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a patak forrás vidékén, ami az Zempléni hegység nyugati peremén, Hejce település keleti határában a Gergelyhegy lábánál található, legfeljebb csak foltokban maradt meg a víz. Kaptunk a hallgatókat és a hatóságtól egy értesítést, hogy fent Abaúj-szántó fölött a Szerencspatak teljesen száraz, ki van száradva, és ott maradtak vissza ilyen kubik gödrök, ahol valamennyi ivadék, meg valamennyi hal maradt, hát elvileg én személyesen voltam olyan kétszer szétnézni. Egyrészt igaz, hogy ki vannak száradva részek, vannak kubikok, de annyira megközelíthetetlen, hát gyalog alig tudtam lövenni ilyen csipkebokrok között, 3 méter mély ugye, szakadék a meder, iszapos, nagy, tehát kifejezett halmozgást nem láttam benne, de ott a halmentést én nem tudom elképzelni, bár erre van egy előírás, hát amit tudunk, megpróbálunk elkövetni, de nem sok reményt látok benne. A víz utánpótlás kellene várni, hát most esett ez a kis eső, talán egy pár centivel nagyobb lett egy kubiknak a mérete, de nem tesz semmi. A Szerencsi homokostó vízszintje is vészesen lecsökkent, még nem sok derülátásra ad okot. Ennek sajnos elég súlyos következményei lehetnek. Az az igazság, hogy mióta ezt a vízforgatót beüzemeltük, vagy 5 éve a homokostavon, azóta nem volt halpusztulásunk, és most is az menti meg egyenlően a tavat, de sajnos annyira kritikusan alacsony a vízállás, algás is a víz, hogy nem tudom, hogy meddig fogja ezt bírni. Volt ettől alacsonyabb ugyan a víz, de akkor próbáltuk a tűzoltósága segítségével vizet szivatni, de most nincs honnan, mert a Szerencspatak is ki van száradva. Egyszerűen itt lent nincs víz a Szerencspatakba, fent a Zsilipnél van, de hát azt onnan nem tudjuk elhozni. Hát a horgászokat érdekes módon annyira nem bántja, mert fognak szép halakat a tóban. Tehát kicsi a víz, lehet, hogy annál is jobb, hogy összeszűkülnek a halak. A múlt héten is hallottam egy 7 kilós amúrfogásáról. Aztán több embert is megtéptek a halak. Tehát ahhoz képest, hogy a víz ilyen sárga, algás, ahhoz képest a horgászok fogják a halat benne. Amennyiben végleg leapadna a homokostó, az állóvíz halait a bővebb vízű cukorgyári hűtőtavakba telepítenék át.